Szerbiában évente 4000 nő betegszik meg mellrákban, és 1500-an halnak bele a kórba. Vajdaságban idén rendszeres mellrák szűrés program kezdődött. Az emlőrák megelőzési projektum keretében 39 egészségügyi intézmény kap új korszerű felszerelést. Ennek köszönhetően egy-két év múlva már számítani lehet a mellrákban elhunytak számának, mintegy 30%-os csökkenésére. Az egészségügyi miniszter újvidéki látogatása folyamán megköszönte a japán kormány ajándékát. Többek között kitért a H1N1 ellen vitatott védőoltási behozatalának az eljárására is. Nyilatkozata szerint a hatóságok egy hónap múlva befejezik a nyomozást, és ezután a nyilvánosságot is tájékoztatják arról, hogy ki volt a felelős az ügyben.